Mit gondolsz erről? Így legalább senki se tud átlépni. Jó ötlet volt, főnök, azzal, hogy itten csapdát állítottál. Nem tudom én, de attól tartok, hogy össze-vissza beszélsz. De ezzel a kis masinával biztosan sikert adhatunk. Ha valaki véletlen napja... Mi a... Mi ez? Fáj meg itt, hát ha vissza. Átkozott kutyulik, ezért tutira megfizetnek ezzel az alkatrésszel. Totál szívás! Nézze, mekkorát tartunk. Igen, persze. Jó sikert adhatunk. Hey, kutyi, adjátok vissza az alkatrészt. Van valami hész akar? Nélik, hogy az alkatrész engem ér. Itt kapasz egy ajándékot. Jaj! Na hát, haver, ezt te építetted? Igen, én magam faragtam. Nem szívesen mondom, de az fasz. Ez mi a frász akar lenni fent? Tasszágos egek. Az volt. Jó ég, hiba történt a lábammal. Te egyszerűen nem vagy normális. Mégis mi történik itt? Semmi, csak éppen megnéztem azt, hogy a főnök jó van? Ezek a koncsok mi megfizetnek. Ha még egyszer nem látom őket, akkor én oda nyúzogatom őket. Megmondom, hogy... Itt van ez a drága könyv. Nekem itt valami bűzlik. Na tess, így kell ezt. Főnök, van egy kis bibi. Azt én is látom, azonnal vinnünk kell oda. És ismerek valaki, aki segíteni tud. Kezdődjék a patália. Imádom ezt. Kikapok. Megnézem még kiát. Na, jöjjön be, doktor. Milyen belekoldok. Bocsánat. Milyen itt is van szó. Elégett a fejétől. Sajnos mi van, hogy az androidus teljesen meghibásolt elé, tehát nektek kell szeretnétek egy párt. Bár miért lenne, amikor? Hát azt is jöttek ez. Kész is lábdést. Nem, és nem. De miért? Azért, mert véletlenül elszívnánk. Ne aggódjatok, majd én megoldom. Tökéletes. Hé, bajtás, hova viszel? Elviszlek téged a drága szeretődhöz, hogy végül jó szó pénzet kapjunk. Szivatás. Nos, meghoztad? Mi az, hogy épp beszélgel ideig szipelgettem? De komolyan, mi folyik itt? Elviszünk téged a szellemhez. Látod ezt itt? Ez olyan valatik macsú. Nem szívesen vagyok ilyen ünneplőttől, de odaig leszel érte? Hát mégis kitávol azért kell. Halihó! Mit hoztam neked? Bocsánat, de azt hiszem... Na, figyelj csak a szemkép! Íme a drága barátnőt!
mutatkozz be! Szia! Most éljen be az. Ja, szálljuk. Meddig is tart, nem tudom, de ahonnantól így éljen be az. Szia-szia! Én ettől féltem. Nem igaz, nem igaz, nem válik be. Lehet, hogy ennyi nem kérlek az asztalnyelmet. Hát, tudom szigilnek hangi, de inkább próbálkozzatok nekrociálni. Na, én megyek is. Yes. Miért mennek ők kette is? Mi folyik itt? Hogy nem tiszkolakodni magadról, hát mégis mindig képzelte magad. Ez nem válik be, te is tudod, hogy beszélgelem, mert ha rájöhet volna. Mi történik itt? Azt hittem, hogy összehoztátok valahogy. Figyú, nem lehet, hogy éppen beszélgetünk? Pedig tényleg beválik, mégis mikor fogod már fel végre, hogy ez tényleg beválik, miért fogod beálljuk ezt hagyadba? Tényleg bevál, tényleg. Hát mondtam neked azt, hogy tényleg be fog válni nekem, mert itt várja nekem. Csönd! Volt az utolsó csepp a pohába. Hát én mondtam, hogy mégis rossz ötlet volt. Rossz ötlet? Nem, hogy van, azt kiszabál. Mondtam neked azt, hogy minden be fog válni. Miért nem fogod már fel végre? Hát komolyan mondom, esküszöm neked, az szépen megfolyt. Ha még egyszer nem fogod már csörölt, már megint a fagyamra legy az egész magaszka. Hát én nem bíjabtam. Én mondom neked, Fernekt. A barátunk beteg, és a lányok pedig éppen szivakodnak. Na, igazán komolyan mondom neked, hogy valójában mégis beválik. Ha folytosan belepofálkod. Pedig hinned kell neked. Pedig azt ne bőgtössze, hallod? Nem válik a úgyhogy tudom, mi gondban vannak. Nem a legalább egyedül, nem tudsz, akkor boldog úgy, ha nélkülem. Talán rájöttem valamire. És épp beválik a módszer. Van is egy jobb ötletem. Tehát kimondhatom, hogy fene? Nyugodtan. Tehát mi a fenét csináljunk? Holnap lesz a pártkereső verse, és mi nem találtuk semmilyen párt. Hát, igen. De ismerek valakit, aki biztosan érti ezt a szakmát. Csak nem úgy érted, hogy de igen. Tudok valakit, aki beszélni fog. Épp eszége, én beszélek vele. Hát akkor tedd szépen a dolgod. Hű, na hát. Nem gondoltam, hogy ez ilyen keményítő kúrna lesz. Na mindegy, feldobok valami jó kis kászát, és aztán pedig neki látok egy más szakmához. Drága öreg szavószám. Jaj, fáj, beszéljük meg a dolgot. Eperke, miért viselkedsz úgy, mint a teljesen félnél tőle? Te ezt egyáltalán nem érted. Amikor végül voltunk mi az iskolában, attól féltem az, hogy ma van az évszámunk, és ha akarod, akkor veled megyek hozzá szednét. Igen! Akkor mondani, hát persze, gyere, csak elkiszélek hozzá. Hidd el nekem, úgy szeret téged, hogy fügé a szád. Hát, nem tudom, hogy volt ez, de ne faggasszuk. Oda viszlek hozzá. Á, jó, hogy te. Hé, hát te vagy az. Még hogy nekem mekeksz? Nyugi, mi folyik itt? Jó, rendben. Véletlenül oda kísértünk hozzá. De most nincs időnk. Fel kell díszítenünk valahogy. Á, nőnek ezek a paradicsomok. Hé, te lazasz! Mondd, nem látod véletlenül Eperkét meg Bencét? Persze, éppen szége, ahol meg előkészülnek valami versenyre. Verseny? Persze pillanat. Megkérdezem a két fejű, állófejű kutyút. Ez nem olyan állatos, kérem. Én mondom, csípnek ezek a moszkítók. Hé, kutyuik! Na mi a hézag, amigo?
Lehet, hogy epelkét keresem. Éppen készülnek valami versenyre. De előre figyelmetetlen, nem kell oda menned, mert valószínű valaki biztos a lelukta. Én miért beszélsz így rohajtal? Nem tudom. De komolyan nem ennyire. Köszi. Fene! Megint azt mondtad! Bocsánat. Még hogy Nos, összehoztuk őket. Mi zűri, akkor azonnal leszűrjük őket. Attól tartok, itt jön valaki. Pocsika, nem láthatok véletlenül epelkét? Nem tudom. Épp ezért nem tudom, hol van. Nem értem, hová lett. Szőlé szállán eltűnt. Megdezem a raktába. Itt az a szél. Hoho, szomszéd! Drága Epelke és Bence ma magánál fog ebédelni. Felvetted a falszagi jemezt? Bizony, megvannak Epelke és Bence. Összejöttek? Hát persze! Gyerünk, még rengeteg a dolgok. Magas szágos egyek, ezek elmentek. Jó ég, ha ezt megtudják, akkor nekem rég végem. Csáver, nem van szépen. Te tudsz beszélni? Te jó ég. Hát ez, tehát hogy? Tehát azonos problémák voltak. Igen, persze, de nem a szintjenek. Azonnal rohanunk el, de azonnal. Csak azt nem tudnám, hogy hova. Én mondom, menjetek egészen a sikátaig, ott legalább ott éljétek. Te szóra gondolsz, hogy én? Bizony. Na, csapjuk el nagy patáját. Ezek a fiatalok mindig ilyenek. Nos, ki akar énekelni? Hát nem arra nézzek, tökre olyanok, mint a kis testvérek lennének. Úgy, hogy igazából jól kijöttünk. Igaz, Bence? Hát persze. Na, gyerünk, meg kell nálunk ezt a részét. Be van-e kapcsolva a mikrofon? Oké. Szokszeretettel köszöntöm a Párkányse versenyen. Én előbelő vagyok. Hát nem hiába nevezik annak, de ettől tartok, hogy ő tényleg előbelő, mint mondja Bob. Éppen ezért arra gondoltam, hogy néhány szavazatot viszont megkaphatják. Lépjen elő Epelke. Itt vagyok, öreleg, tesszük itt a leendék. Váljonak! Állítsák le! Itt van egy hatályos félreértés. Magasságos egyek, még ez hiányzott. Mi folyik itt? Van nálam valami, amit mindenképpen tudni akarjátok. Éppen széggel széttört a lábam, de Krista éppen széggel majdnem megrázta. Éppen azért nem dolgoztak együtt. Igaz, ez hisz asszony. Akkor ezentúl kizárjuk a versenyről. Tessék. Tessék? Tessétek a szemelőt. Váljadok, én... A következő számunk pedig a nevezetes Bence. Rajta, Bence. Rajta áll a viákszere. Meg kell nyerned azt a trófeát. Megpróbálod? Ó, nem. Mi enne, hogyha te próbálkozzál, Mr. Nagymenő? Ó, szóval nagymenő. Jó, oké. Akkor majd én... Akkor majd helyett anyám meg ezt a versenyt. Uram, lenne itt a pár tippem. Azt akartam mondani, hogy ezt a páltat én hoztam létre. Ez zseniális. Ilyet még nem hallottam. Hölgyeim és uraim, megvan az eheti nyertesünk. És ezt a trófát...
aki pont az a bajban nézkezi volt, úgyhogy ezt a nevezetes Coca-Cola plakátot nézkező Gyuri nyelte. Köszönöm. Hát, remélem sokkal tartozom neked. Ezt megérdemelte. Mi történt? Lehet, ha megkapta azért, amit velünk művelt. Na, ez kis pizza, az jó ötlet. Jaj, méhek, segítség, méhek, jaj! Odé, mégis jaj! Csak egy szót mondok nektek, lányok. Viszlát, lúzerek! Ajaj, itten ez kis ápolásra szorultok. Látod, Odé? Én mondtam neked az, hogy ez rossz ötlet. Igen, tudom. A szivakodásunk miatt jött tönkre. Tönkre tettük a bácsinak az életét, ide a hátunk. Ne tesszük itt ilyen. Csak azt akartam mondani, hogy bocsánatot kérek, hogy nem bajtás, mikén bocsánatot. Ha legalább hallgattuk volna el a tanácsai, akkor egy mindenem. Terült a szemmel kapcsolat. Pedig milyen szörnyű lehetett volna. Szia, Molly! Nos, hogy vagytok? Egész helyon, de ahogy is szomorú lennék. Jaj, de kár. Na hát te itt. Azt hittem, hogy te már nem tudod. Hát, gondolkoztam az olyan, és Bence éppen szége jó kijöttünk. Hála nektek! És legfőképpen te vagy a legnagyobb barátaink közül. Jaj, hát igazán kedves. Mi több? Hoztam nektek ezt kis meglepetést. Egyedül vagy? Jó. Hajtás, az számodra valami. Hajtás, úgy látszik önt kizolgálhat fog kerekedni. Gyönünk! Jaj, túl jó. A szíven az, de az esze azért kevéske, ahogy mondod. Hiába volt. Diel lekicsinyített. Odi, vaj! Hát veled nem mi történt, azt hittem, hogy te eltűntél. Hát éppen az. Ennyire lettem ilyen kicsebb. Na, vatta éppen. Éppen szerünk. Ajaj. Gyertek vissza! Mit is beszéljük? Nem tudom, menjünk innen! Nézzétek! Ez csak egy oszkálat! Na és menni fogunk maradni! Addig, ameddig végre nem lesz! Jó, egy-egy!
miért nem inkább puszilágyel tisztük választottam párként? Hát mert akkor már nem volt tájadat. Fogd viszont! Jó, szép!